Az elmúlt időszakban a tesztbencsünk a legtöbb folyadékhűtést, illetve léghűtést megizzasztotta, úgyhogy továbbra is keressük azt az alant, amelyik megbírkozik a Ryzen 7 5008X-el. Úgyhogy a mai videóban a termátéktől a Ring Silent 12 Pro coolert hoztam el nektek. A tezbencsünk annyiban változik, hogy ugye az 5008X az fix, a Mortar B550-es lapunk fix, egy Aorus 3060 Ti, illetve ha már termálték hűtés, akkor egy termálték tápegységet fogunk használni, ami egy 850 wattos, 80 plusz platinumos darab, úgyhogy teljesen elegendő lesz a mai kis tesztünkhöz. de nézzük is meg, hogy mi érkezett a csomagolásban. Itt azt láthatjátok szépen mindenféle védőszivacsal ki van ékelve. A hűtőbordánkhoz 12-es ventilátort kapunk, 4 pines es csatlakozással. Ez egyébként 500 és 1400 RPM között szabályozható, és ugye az LNC kábel segítségével ezt le lehet redukálni 300 és 700 RPM közé. Ebben a tartományban 19 decibel, illetve 12 decibel zajszink mellett tud üzemelni. Ugye 12 decibel lesz az, amit az LNC kábellel el tudunk érni. Nem is tudom, hogy találkoztunk-e ilyen halk üzemű ventilátorral, már mint ami a processzor hűtőjén helyet tud kapni. Szerintem nem. Ami még ugye egyedi megoldása a termátéknek, ez a kis LED gyűrű mint azt láthatjátok, ez piros színt kapott, tehát ez is statikus piros színre lesz képes, ami a ledek színét illeti. Ez egyébként, ez a hűtés elérhető még kék variációban, mi most pirosan fogjuk megnézni. Oké, de ami talán érdekesebb, az maga a hűtőborda, hisz ez fogja elvégezni a melónak a nagyobb részét. Láthatjátok, hogy szép kidolgozású, bár alumínium a lamellázata, de szép feketére van festve, a hűtőcsövek vagy hőcsövek keresztmetszete 6 mm-es, és abból is kapunk 5 darabot. A bordánknak a talpazata szép, egyenletes és jól kidolgozott, viszont magák a hőcsövek azok nem közvetlenül érintkeznek majd a processzor felületével. Összességében ennyi, itt láthatunk egy kis szerelőnyílást a nagy bordának köszönhetően. Ez, ez egy gyakori bevált módszer, ugye, hogy a kereszt Amikkel ugye magát a hűtést rögzítjük le a szükséges rögzítési pontokhoz, azt így belülről egy hosszú csavarhúzó segítségével tudjátok majd hozzáférhetővé tenni. Oké, nézzünk bele még a szerelékes dobozba, amit még ugyan nem vettem ki de természetesen kapunk hozzá a szükséges szerelékeket, melyek egyébként betűjelzéssel vannak ellátva, ami az építésünket fogja megkönnyíteni, ugyanis a leírásban külön jelzéseket kaptak a különböző alkatrészek, így egyszerűbbé tudják tenni az építésnek a folyamatát. Természetesen ez a hűtés is, mint a legtöbb mai darab a népszerű tokozásokkal kompatibilis lesz, mely szerint uh, AM4-ig AMD fronton, illetve Intel fronton 1200 tokozásig föl tudjátok szerelni. Ami még érdekesség, és én külön kiszoktam térni uh, erre a pontra, hogy versation vagy inkább, hát nem is tudom, nem Versation, de például 2011-es tokozással is kompatibilis lesz. Valamilyen oknál fogva, mostanában a... Ezek a népszerű gyártók kezdik elhanyagolni ezt a vonalat, és csak az ilyen desktop, ilyen egyszerűbb ö, tokozásokra kerülnek ki ö, hűtések. Ennek talán az lehet a, az oka, hogy ugye itt a furat távolság az, az megegyezik, 1150, 1151, 1155, tehát még 1155-ig visszamenőleg is. Még mondjuk egy 2011-hez, 2066-hoz kiadni egy rögzítést, már plusz ö, alkatrészeket vagy elemeket kell beiktatni a, a szerelékbe. Itt viszont kapunk 2011-re is, ami azt illeti, hogy akkor 2066-ra is ö, kompatibilis lesz. De mi most ugye AM4-en fogjuk megnézni, méghozzá egy 5008 x en fogjuk letesztelni. Nézzük meg, hogy egy ilyen gyorsított ö, eljárásba, hogy milyen ez fölszerelni. valamilyen oknál fogva az 5008X az elég forró fejű, és igazából itt is most beletört a bicskánk, vagy legalábbis nem olyan értékeket kapunk, amivel mi megbarátkoznánk igazából. A processzorunk a korábbi tesztekhez képest ugyanúgy van beállítva, tehát 4200 MHz-re lőttük be, még a magóra jelet 1,2 voltra állítottuk, ezen beállítások mentén kaptunk egy stabil működést. Korábbi videónkban megnéztük ezeket az értékeket folyadékhűtés alatt, illetve volt egy darab léghűtésünk, amit ugyanilyen beállítások mellett teszteltünk. A termáték Ring Silent 12 Pro Sidebench alatt 84 fokot ért el, még cpu nél 75 fok volt a maximális hőmérséklet, mi egyébként ezen értékeket, amint megkaptuk, most már megelégeltük ezt, és elkezdtünk kicsit mozgatni, utána nézni, hogy az 5008X más tesztkörülmények között, más beállításoknál milyen értékeket kapnak egyéb felhasználóknál, és azt kell, hogy mondjam, hogy hasonló, hasonlóan magas hőmérsékleten üzemelnek, sőt, kifejezetten vannak olyan 5008X-ek, amik brutál, brutál, módon melegednek. Most nem tudom, döntse el mindenki maga, hogy ezen beállításokkal, illetve hőfok értékekkel húzamosabb ideig használná ezt a hűtést, vagy bármilyen hűtést. Mi egyébként ugye megnéztük ezt folyadékhűtések alatt is, és ott sem volt volt e, ilyen kiugróan jó érték. Ami viszont pozitívum, és tényleg e, rendkívül jó, hogy e, csendes. Mi lemértük, ugye, hogyha nyugalmi állapotban nézzük, akkor ugye a sem kap olyan terhelést, hogy elinduljon a ventilátora, illetve az Aurus is úgy van beállítva hogy terhelés nélkül nem forognak a ventilátorok, itt a környező zaj, pró, zajokat próbáltuk minimálisra lecsökkenteni. Most ilyen súfni megoldásban decibelméteres applikáción keresztül néztük meg, amiben ilyen félméteres távolságban 36 decibelt mutatott a hűtés, ami szerintem rendkívül csendes és halk. A negatívum része pedig az, hogy a low noise, amikor ugye maximum 70, vagy nem 70, 700 RPM-en üzemel a ventilátorunk low noise kábel segítségével, ott nem tudtunk mérhető eredményeket, vagy nem tudunk nektek mérhető eredményeket mondani, ugyanis a CPU-Z alatt lehetett látni, hogy szépen egyenletesen melegedik fölfelé a processzorunk, és ezt leállítottuk 85 fokon. A Sinebench-nél pedig ott ugye hirtelen nagyobb terhelést kap a rendelés, Teszt alatt és ott rögtön 91 fokra felugrott a processzor hőmérsékletünk. Itt úgy döntöttünk ugye, hogy nem folytatjuk a tesztet. Egyébként ugyanezt az értéket, vagy ugyanezt tapasztaltuk, más gyártó, más léghűtésénél is. Fiúk, lányok, ennyi lett volna most ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek volna, meg is tartsatok legközelebb is velünk. Sziasztok! Ha tetszett a videót! Iratkozzunk a TFK